Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Sok szeretettel köszöntöm Önöket a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet soron következő rendhagyó könyv bemutatóján. A mai nap dr. Lendvai Kepe Zoltán, múzeológus és néprajzkutatónak a Heti és falvainak népessége és gazdálkodása a 18-20. Században című monográfiáját mutatjuk be Önöknek. Ha érdekli Önöket a téma, akkor tartsanak velünk. Kedves Zolti, örülök, hogy végre eljutottunk idáig, hogy megjelenhetett ez a kiadványod, ugye a Heti és című kiadvány, amelynek nekem egy kellemes emlékem van amúgy rá. 2018-ban, ha jól emlékszem, akkor látogattál meg, mint friss igazgató, és hoztad magaddal a doktori disszertációdat, és hát figyelmembe ajánlottad, hogyha esély nyílna rá, hogy ezt kiadnánk, és úgy hozta a sors, hogy a 2020-as év a sok nehézségek ellenére lehetővé tette, hogy ezt a könyvet, nagyon fontos könyvet ki tudta adni maga az intézet, és azt hiszem, hogy így ugye írod a könyvben magában is, hogy Belosics Bálint kezdte kutatni lényegében Hetést, és valamikor szinte egy időben Gönczi Ferenc is megjelentette a, úgymond a Hetési nagy monográfiáját, és így 100 év után, valamivel több mint 100 év után, hát megjelent még egy szerintem legalább olyan fontos és olyan mélyreható, ha bár szerintem ez még talán alaposabb monográfia, mint amúgy a Gönczi Ferenc monográfiája. És maga a könyv bevezetőjében azt írtad, hogy Hetés hívott táncba, és ez érdekelne egy elsősorban, hogy honnan jött ez a késztetés, hogy Hetéssel foglalkozz, hiszen már régóta kutatod Hetést, ezt a körülbelül 1300 lélekszámú környezetet, 550 négyzetkilométeres területet, hogy pont Hetésre esett a te választásod. Hát igen, igazából ez is egy relatíve hosszú történet, sok volt a kérdés is benne. Hát röviden úgy lehetne mondani, hogy én hetési vagyok, tehát szüleim, apám, anyám radamusiak, nekünk birtokaink, rokonságunk, tehát sok minden köt radamoshoz, nagyon szeretem is visszajárni, az erdő is közelben van, stb. Hát ugye én kicsit később, fiatal, ifjú koromban ébredtem arra rá, hogy hát Hetés valahogy nagyon külön, vagy a Radamos, és akkor Hetés is különös helyzetben van, tehát hogy Radamos utolsó magyar település, és a következő zorkóháza, az már szlovén, és akkor tehát teljesen a nyelvhatár peremén, tehát ilyen különleges helyzetben. Ugye persze ez akkor érvényes később, már rájöttem, érvényes volt az egész moravidéki Szlovénia magyarságra, hogy ilyen helyzetben van. És hát ezzel akkor igazából kinyílt számos ilyen kérdés. Én annak az intézménynek a munkatársa voltam a 1990-es évek közepe táján, aminek most te vagy az igazgatója, tehát én ide úgy jöttem dolgozni a Magyar Művelődési Intézetbe, Lendvára, hogy igazából a néprajzi projekteknek valahogy így a kivitelezője. Tehát elsősorban sok minden máshogy foglalkoztunk, persze, kicsi csapat volt még akkor az intézmény, de viszont elsősorban néprajzi feladatokat tűzött elé az intézmény akkor célul, és ennek meg is volt az eredménye, tehát az első így néprajzi gyűjtemény Kapornakon, tehát ugye lassan, 10 éven keresztül így alakult lassanként, de megépült és kialakítottuk. Még azért egy-kettő más kisebb feladat is volt a Művelődési Egyesületek keretében is, igazából nagyon sok néprajzzal kapcsolatos tevékenység zajlott és folyt. Nagy örömöm volt igazából akkor itt dolgozni. Ennek köszönhető is, hogy az én kicsit eleinte képzőművészeti karrierem felé tartó így életem igazából megváltozott. Mindig is érdekelt a népművészet ilyen szempontból, tehát elsősorban a népi ábrázolások, a fafaragás,
a díszítés, a díszítőművészete, de viszont amikor az intézetben kezdtem dolgozni, akkor így látványosan, így mondhatnám, így elfordult az érdeklődésem a kézművészettől a néprajz irányába. Így 31-néhány évesen igazából így beiratkoztam a szegedi néprajzi tanszékre, azt befejeztem, és akkor később így folytattam a tanulmányaimat Budapesten, az ELTE-n, a doktori programon, a néprajzzal kapcsolatosan, és igazából ennek az iskolának, mondhatnám így 10 évnek, az eredménye ez a könyv. Hát a szakdolgozatom a Szegedi Tudományi Egyetemén is hetésből készült, de az nem ez a dolgozat, hanem igazából úgy gondoltam, amikor beiratkoztam a doktori programba, hogy valahogy ki kéne egészíteni Gönczi Ferencnek a Göcserés hetésről szóló monográfiáját. Nem olyan szempontból, hogy az hiányos volna, sőt, tehát az a maga nemében az egyik legtökéletesebb néprajzi kiadvány, tehát elképesztő alapossággal minden faluból, minden településről nagyon sok hiteles, eredeti néprajzi anyagot közvetít az a kiadvány, ám de ugye egyrészt a könyvnek a címe is Göcsejs hetés, tehát elsősorban Göcserről szól, és majd mondhatnám így másodlagosan hetésről, tehát hetésről azért jóval kisebb, kevesebb adatmennyiség van a Gönczi könyvben, mint Göcserről. Persze ez így a tájegység nagyságától is függött, de viszont Gönczi is beismeri, hogy ő már a Göcsej monográfiát be is fejezi, a könyvével az előszavában ezt megírja. És majd csak mikor már befejezte a Göcsejt, akkor jött rá, vagy vette észre, hogy igazából itt van egy kis tájegység is, a hetés, ami így kimaradt az ő kutatási köréből, fölvette a kapcsolatokat, nagyon érdekes momentumok vannak itten tanárokkal, intellektuális emberekkel levelezett, például Murkovics János volt a lendvai tanár az egyik, akivel nagyon élénk kapcsolatban volt a gyűjtésekkel, aki közvetítette az adatokat neki. Na, elég az hozzá, hogy Gönczi megemlíti, hogy még csak 1910-ben kerül sor arra, hogy hetésre foglalkozik, ugye 14-ben már megjelenik a könyve. Na, elég az hozzá, hogy ő is 10-15 éven keresztül foglalkozott és írta a monográfiát, és úgy gondoltam, hogy tudományos, levéltári, történeti adatokkal kell kiegészíteni, tehát elhelyezni azt a rengeteg értékes néprajzi adatot, amit Gönczi közöl, valahogy a hátterét, a társadalmi hátterét így tisztázni kell, és akkor ezt elsősorban levéltári, történeti adatokkal valahogy így körbe bástyázni, hogy valahogy így térben és időben a Göncinek az adatai elhelyezkedjenek. Még van egy álmom igazából a Gönczi és könyvével kapcsolatosan, a Gönczi monográfiával és a hetéssel, az pedig egy tárgymutató az ő monográfiához, de az egy más dolog, ugye, mert a Gönczi könyvben nagyon nehéz megtalálni az adatokat, nagyon pontosan kell tudni, az ember mit keres, és csak úgy tudja megtalálni, és egy ilyen mutató, tárgymutató, így, az még így tervemben van ezzel kapcsolatosan, és akkor ez így egészül neki. Hát a könyv születése is nehézkés volt, tehát ahhoz is kellett 10 év, nem csak a megírásához, hanem a kiadásához is. Ugye elsősorban az volt a problémája, az a problémája ennek a könyvnek, hogy terjedelmes és költséges kiadni. És ez minden éven, amikor ugye én 2012-ben fejeztem be a doktorimat, akkor vettem meg a dolgozatomat. Azóta én ezt benyújtottam így a Muravidéki Magyarsághoz, hogy így hogyha tudnának találni rá, a közösség tudná találni rá anyagi eszközöket, keretét arra hoz kijönni. Hát ugye itt mindig az volt, hogy igazából egy ilyen könyvnek a kiadása feléli a Szlovéniai Magyarság könyvkiadásának programjának, mit tudom én, 50 vagy 70%-a. Tehát így mindig problémás volt, és kicsit húzódott. Hál' Isten! Azért eljött ennek is az ideje, én ebbe bíztam és tudtam, hogy ennek meg kell születni, tehát amúgy is az interneten elérhető volt PDF változatban a dolgozat, és a kollégák hivatkoztak rá,
abban a formában lehetett rá hivatkozni, és úgymond így azért elérhető volt, de teljesen más. Így ebben a formában, képanyagokkal, színes képekkel, ilyen formában, tehát ez igazából mondhatnám, hogy beért, 20 év alatt beért a gyümölcse, így ennek is. Hát nagyon örülünk neki, és én, mint laikus, mikor lapozgatom ezt a könyvet, mindjárt az merült fel bennem, és mikor olvasgattam, hogy tényleg nagyon olvasó barát. Szóval nem kifejezett, szóval amikor a kezedbe veszed, nem az jön le, hogy hú, most itt rengeteg adat, és így elveszel az adatokban, hanem tényleg egy nagyon okosan, ügyesen felépített könyvről van szó, és dicséri amúgy a tördelő munkáját is, mert nagyon szépen megformált maga a kiadvány, amit már említetted is, rengeteg képanyaggal van telitűzdelve, illetve régi térképek is megtalálhatók benne, és emberi, emberközeli módon van megírva, szóval akinek bármilyen kötődése van Hetéshez, úgymond, hogy a felmenői bármelyik része kötődik, vagy bármelyik kötődik hozzá, az annak feltétlen a polcán kell, hogy legyen ez a könyv, mert tényleg ebben a ugye 300 évet dolgoz fel maga a kötet, és hát visszakereshetik az emberek a saját felmenőit ebben a kötetben. Az érdekelne elsősorban, mert nekem is vannak hetési felmenőim, és rengeteget voltam én Göntérházán, mivel az édesapám odavalósi, és a nagyszüleim ott éltek, és a nyaraimat ott töltöttem, és mindig arról beszélgettünk, hogy ugye a hetésieknek mindig erős volt a hetés tudatuk, az én tudatuk, ez amúgy a könyvben is kapott egy fejezetet, és mindig arról beszélgettünk, hogy hát miért hetés a hetés? És amúgy így a könyvedet olvasva, több kutatás is ebből volt az elmúlt 100 évben is, és többen több számot jelenítenek meg. Ugye nekem a papám mindig azt mondta, hogy hetés, mivel hetés, hétre húz, ezért hét településről van szó, de sose tudta azt a hét települést felsorolni, ami házára végződik. Ugye hát onnan indult ki a Göntér házát, az biztos, az hetés szíve, onnan indulunk, hát és akkor minden más. Te magában a könyvben, te hány településre összpontosítottál, és miért döntöttél úgy, hogy mi alapján döntöttél úgy, hogy akkor az a szám, az a hetés lényegében? Igen, jó említett, tehát a könyvnek a tartalma hetés tájegység feldolgozása, tehát egy tájmonográfia. Elsősorban 1700-tól 2000, vagyis pontosabban 2004-ig az uniós csatlakozásig ezt az időszakot öleli föl. Miért 1700-tól? Ugye 1690-ben kerül Lendva vidék egy új nemes kezébe, tehát az Eszterházi család tulajdonába, és mégis változik sok minden, egyebek között a hetés státusza is. Tehát Isten igazából hetésről úgy tudjuk, hogy az egy bíróság volt, egy közigazgatási egység, úgy hívták valamikor, hogy bíróság. Elsősorban ez a 1700-as idők előtti időszakra vonatkozik, tehát a Bánfi korszakra. Ezt latinul úgy hívják, hogy judicatus, így is jelenik meg judicatus hetés, vagy judicatus hetés alja, tehát hetési bíróság. Később az Eszterházi idejében, 1700-tól tovább, ez megváltozik, ott ispánságok jönnek létre, és a ispánságok azok, akik megszervezik a gazdasági tevékenységét egy-egy vidéken, így Lendva vidékén is, meg hetésben is. Egyébként Hídvégen volt ez a ispánság, majd később akkor igazából Zsitkócban is így kialakul. Na, elég az hozzá, itt arról van szó, hogy gazdaságilag hogyan lehet megszervezni egy életet. És szerintem a hetésnek a története is itt kezdődik. Tehát hetésnek van egy nagyon gyönyörű és közeli rokona, ami sok párhuzamba lehet állítani, sok minden miatt, és egy-két dolgot meg is világít, az az őrség. Ezek igazából, ezek a magyar tájegységek nagyon ilyen beszédes nevekkel, tehát gyönyörű elnevezésekkel mindig amit sejtenek maguk
van, nem a nevük mögött, nem? A nyírség, a mezőség, az őrség, és akkor így hetes is. Egyértelműen adódik, és a nép etimológia is így tartja, hogy ez a hét falunak így valamilyen egysége. Ez igaz is, meg nem is. Azért nem igaz, mert nincsen olyan pontos adatunk, hogy ezt így egyértelműen kimondhatnánk. De viszont sok minden arra mutat, hogy igen. Tehát a földesúr, vagyis a bánfiak megszervezték az életet bíróságokban. Ehhez a bíróságokhoz meghatározott számú, nem település, hanem fő ember kellett, hogy tartozzon, hogy azok a különböző munkákat és az egész életrendjét meg tudták így szervezni. És akkor valószínű, hogy a hetési falvak is egy ilyen egységet képeztek. Most, hogy melyik évekről beszélünk, nem tudjuk, mert nincsen egyelőre dokumentumunk 1300-as évekről, 1400-as évekről. Az biztos, hogy az első adat a hetésről 1509. Az a ma ismert első dokumentum, ahol megjelenik a hetés. Elnevezés és a települések fel vannak sorolva. Ugye ennek az volt a lényeg, hogy az elején, vagy a vezetősége elején állt egy bíró, ő szervezte meg az életét, és lehet, hogy a hetés arról szól, hogy 7 éves körrendszerben, változásban minden éven másik település adta mondjuk a bírót. Tehát ilyen logika mentén kell gondolkodni. Tehát közigazgatási egység, és akkor a hetes számmal kapcsolatos. A nagyapádnak Isten igazából igaza volt, csak valamit nem tudott, mert nem járt levéltárba, és így nem kutatták föl, hogy mitől lehet itt mégis, mert ma nincs hét. Uh-huh. Házatelepülés, ugye? Van Göntérháza, van Szijjártóháza, Bödeháza, akkor melyik a negyedik még? Kámaháza. Meg a Kámaháza. Na és a múltban pedig volt több is, tehát volt még Nyakasháza, volt még Gálháza, még Pálháza. És igazából összejöhet a hét, csak ezt ugye, hogy mondjam, időben változott. Ezek a települések, amiket felsoroltam, ez a három puszta, ez a török korban elnéptelenedett, és később már csak az egyik, a Nyakasháza maradt még, mint majorság. Ottan igazából béresek éltek és dolgoztak Eszterházi vagyonán 1940-es, 50-es évekig is, de nem mint település, csak Nyakasháza pusztáként így létezett. Másrészt igazából ez iszonyú érdekes dolog, Szabó István volt az a magyar kutató, aki valahogy történeti levéltári anyagokkal bemutatta a prédiumot, a magyar települések keletkezésének a logikáját, a rendszerét. A prédium az igazából tanyát jelent, de viszont arról van szó, hogy hogyan jöttek létre ezek a települések a Kárpát-medencében. És Hetésben, Lendvavidéken, mivel a törökkor nem csinált olyan kárt, mint például az Alföldön, vagy a magyar területeknek, hogy mondjam így, a szívében, az Alföldön, Budapest környékén, még ezeken a részeken. Itt viszont végig lehet vezetni, hogy milyen érdekes módon jöttek létre a települések. Ez a könyvben is így szerepel, ez a felvezetés. Tehát a falva, háza, laka, telke végződésű települések, azok igazából valamikor csak egy-egy tanyát, egy-egy családot, egy-egy nagy családot jelentettek, ahol élhetett 20-30-40-50 ember is, de igazából ahhoz a családhoz vonatkoztató, az első telepeshez. Tehát valószínű, hogy tanyarendszerük gondolkodnak. Például Ivánka telke, itt volt Lendva környékén, az is elpusztult a törökkorban. Tehát ezek a települések személynevekhez fűződnek, nem? Göntér is, Göntérháza, nem? Szijjártóházáról egyértelműen be van bizonyítva, hogy ott egy Szijjártó mester lakott, bánfiak idő korában, és annak a fiai, utódai vitték tovább a mesterséget. Tehát igazából követhető, levezethető, hogyan jöttek létre a települések, és ez időben nagyon változik. Tehát a hetési bírósághoz van időszak, amikor 19 település tartozik, de ez a lakosság függő valószínű. Tehát a török korban, amikor elnéptelenik a vidék, akkor sokkal több települést vontak ebbe a közigazgatási egységbe bele, hogy meglegyen a lakosságszám,
És később meg ezek kisebbek, nem? Például van olyan időszak, hogy Hosszúfalut is, meg Kevelét is még hozzáteszik így a hetesi bírósághoz. Na, elég az hozzá, hogy szerintem nagyapádnak igaza volt, tehát van logika abban, hogy a hét falvának a tájegysége. Na most itt is az őrsége lehet párhuzamot húzni, ugyanis a hetés tájegységről beszélhetünk, mint történeti tájegységről, és az őrségről is. Tehát ma az őrségről sokkal nagyobb területét képzel el egy magyarországi, egy magyar ember, mind az történetileg volt. Történetileg igazából ez egy kicsik hasonló a hetés is. A hetésről kis történeti egységről beszélünk, de a kulturális kisugárzása sokkal nagyobb. Nem véletlen nevezzük a név, vidékünk névviseletét hetési viseletnek, nem véletlen így van a hetési hímzés, a hetéssel kapcsolatos néprajzi örökségek, úgyhogy vagy a tájszólás például, úgyhogy a kisugárzás egy ilyen kulturális közegnek így sokkal szélesebb, mint történeti. A történeti magja igenis bizony lehet, hogy egy hét kis településről van szó. Itt még azért azt tenném hozzá, hogy ezek a kis települések lehet, hogy nagyobb lakossággal bírtak, még hogyha csak 5 ház volt ott, vagy 3, vagy 7, mint ma, ahol hogy van 20 meg 30 ház. Azért, mert nagycsaládos rendszerben éltek az emberek, egy-egy nagycsaládhoz akár 20, 15, 20, 25, 30 ember is tartozhatott. Minden testvér, feleségestől, gyerekestől, minden papa, minden nagymama, minden dédpapa, minden dédmama ott élt, és igazából így volt még szervezve az életnek a rendje valamikor régen. Hát ez a könyvben is igazából a nagy történelmi változásokat próbálta föl, karolni, földolgozni és megérteni, és bizony 1700-tól 2004-ig elképesztő változások mentek végbe társadalmi szinten. Tehát elsősorban is a legfontosabb 1700 után a legfontosabb változás az 1848-as szabadságharc és forradalom, aminek a következménye a jobbágyfelszabadítás. Az igazából egy akkora horderejű változás volt szerintem nagyon, mint a mi életünkben az Unióhoz való csatlakozás. Mert teljes egészében átszervezte az életét és a munkarendjét. Valamikor nagy családban éltek, és egy portáru, egy házról fizettek meghatározott terület alapján az adót. 1848 után, jobbágyfelszabadulás után ez megszűnik, fejre, kvótára, minden emberre szabják ki az adórendszert, és igazából már nincs érdeke egy családnak sem egyben élni, ettől fölparcellázzák a vidékünk földjeit, és ma is nadrágszi parcellák vannak mindenhol, azért, mert igazából mindenki a sajátjára akar menni, mindenki saját házat akar építeni. 1848 és 1860-70 között 5-szörösére, 7-szörösére nől meg a házak száma hetésben, de egész lent a vidéken is, egész magyarság területén. Mert igazából mindenki más simán, nem porta után fizették az adót, hanem személy szerint is mindegy, mindenki saját házat építi. Akkor igazából a következő elképesztő nagy változás ugye a Trianon, az első világháború időszaka. És annak következménye az 1920-as határmeghúzás. Hát ez teljesen így új helyzetbe hozta a vidékét, nemhogy új helyzetbe, hanem mi történik? Ketté vágják hetést. Tehát a hetés tájegység közepén végighúznak egy államhatárt. És akkor ez így bődöletes változásokat hoz. Egyrészt megszakadnak az évszázados kapcsolatok, a gazdasági szempontból is, ugye hát földek vannak itt, ott szőlők, határ mind a két oldalán, tehát teljesen így megbolondítja az embereket. Ráadásul Jugoszlávia, hát erről ugye kész dokumentumok vannak belgrádi levéltárokban, hogy tervszerűen föl akarja bontani, mi akarja rongálni a magyarság, egységes magyarság így terét itt Muravidékén, és tervszerűen kolonistákat, szlovén lakosságot telepít be. Tervszerűen ugye, hát ide mindenhova jut, nem? Jut Gyertyánosba, jut Petesházára, jut Benicére, jut Lendvára, jut Hosszúfaluba, és akkor Hetésbe is jut, ugye Kámaházára és Hídvégre. És ez is akkor így nemzetiségi struktúrában nagyon megváltoztatja. Ez is igazából nagyon fontos része a könyvnek, tehát
A családok 1700-as legkorábbi felsorolása, a jegyzék, amiről te is említetted, például Sós család Göntérházáról, de mindenki másra vonatkozóan a hetési falvakból. Lehet is látni, hogy relatíve kicsik a falvak. Ugye ez egy-egy gazdának a neve csak. Ez a füzető gazdának a neve. De mögötte ott van az a 20 személy, amit mondtam, a nagy családnak, nem? A tagok ott vannak mögöttük. De csak a családfőnek a neve szerepel. És akkor itten tényleg mindenki megnézheti, és ennek a nevek alapján, ha megnézzük, akkor látjuk, hogy ez 90%-ban, vagy még nagyobb százalékban igazából magyar vezeték nevek, nem? Tehát a lakosság 90-100%-ban magyar nemzetiségű. És akkor ez 1920 után, 1920 és 30 között nagyon megváltozik. Hát a ördögi 20. századról mondani is, akkor lehet csak sorolhatnám a hatalmas fölfordulásokat, ugye, a diktatúrák, a nácizmus, a kommunizmus, ez mindegyik hozta a saját így ördögi fegyverét, a ördögi elképzeléseit, és itten így, hát csak bámulhatunk, hogy mi minden történt ebben az ördögi században, ugye a 20. században. Érdemes például arra azt is megfigyelni, hogy a betelepítések után ugye 41 és 45 között, vagyis hát pontosabban 1942-ben megy a kitelepítés is, nem? Tehát a szlovén lakosságot így a magyar királysághoz visszakerülő Lendva vidéken ugye a kolóniából deportálják Sárvárra. De milyen érdekes, hogy csak, tehát a muravidéki szlovéneket nem deportálják, hidvégi szlovéneket nem deportálják. A hidvégi szlovének maradnak így helyben Hidvégen, nem? Mert azok muravidékiek, mert azok vendég. Csak akik tenger mellékről vagy máshonnan telepítettek be, nem? És akkor hát számos ilyen érdekes fordulat van, ami én úgy éreztem, hogy nagyon-nagyon igényli Gönczi monográfiája ezt a hátteret, ezt a történeti hátteret, hogy igazából így pontosan el tudjuk helyezni, miért is és hogyan is alakulhatott így a örökségünk, kulturális örökségünk, hetésiesség, a hetési néprajzi kincs, hogy milyennek a társadalmi háttere. És valahogy akkor ezt akartam beleönteni a könyvbe. Számomra a rengeteg adat közül egy nagyon szembetűnő volt, amiről már egy kicsit beszéltél is. Ugye összegezted lényegében a 10 települést, amit te feldolgoztál ebben a könyvben, összegezted az több, hát azt hiszem évszázadokban is, hogy a lakosságot. És nekem az volt az érdekes, hogy 1920 az a dátum, amikor mindegyik településben a legtöbben laktak, és az 1920-as év után akkor így nagyon-nagyon így esik a népességnek a száma. Ez volt az egyik, ami számomra érdekes. A másik pedig az, hogy rengeteg helyen, vagy több helyen észleltem azt, hogy becsempésztett, ha mondhatom így, egy kis ilyen, nem is interjú, hanem egy hetési embereknek a véleményét, vagy a visszaemlékezését, vagy hogy is volt. Ugye Dobronak is meg van említve, mivel a dobronaki plébániához tartozott, vagy tartozik a mai napig is a Zöme hetési település. A szlovéniai része, igen, de valamikor a magyarországi része is oda tartozott, úgyhogy ez is, hogy a hetésiek hogyan mentek a dobronaki templomba, a Szent Misérnek, ez egy nagyon érdekes mozzanata volt, vagy hogy hogyan viszonyultak a dobronakiak amúgy a hetésiekhez, hogy azért úgy megvolt a tisztelet, hogy megvárják őket, legalábbis nekem ez jött le, hogy megvárják őket a Szent Misével, hogy akkor biztos kezdődik, amikor ott vannak, de azért mégis ott volt az, hogy de mégiscsak ti vagytok a falusiak, mi meg vagyunk a városi. Igen. Ja. Igen, úgyhogy és ez a mezőváros. És ez kifejezetten nekem tetszett ez a része, hogy tényleg az emberek is megnyilvánulnak valamilyen szinten a könyvben, illetve ez a rengeteg képanyag, ami nem csak a szlovéniai oldalt veszi, foglalja magába, hanem Magyarországról is, a magyarországi hetésről is van szó, hiszen a könyv a kettőt egynek veszi, szóval ismét
mint egy van kutatva, és az a kutatási eredmények is össze vannak hozva, de gondolom nem volt annyira egyszerű, mivel a magyar fél, illetve a szlovén oldalon ezek a kutatási szempontok sem ugyanazok, de nagyon ügyesen, úgy veszem észre, nagyon ügyesen próbáltál azért párhuzamokat vonni. Egy kicsit erről a tíz településről, illetve hogy mit mutatsz be pontosabban a tíz településről, hogyha szólnál néhány szót? Hát nagy hiba lett volna, hogyha megírom a tájegység történetét, egy tájmonográfiát emberek nélkül, tehát ráadásul én néprajzos vagyok, tehát a néprajzról amúgy is azt tartom, hogy hogy mondjam, tehát én szinte filozófiával ér fel olyan tudományák, hiszen nincs az az életterület, amivel a néprajz ne foglalkozna. Tehát a ma korszerű néprajzt úgy hívják, hogy kulturális antropológia, tehát kultúrakutatás és emberkutatás, tehát minden szegletét, minden részét fel tudja lenni, amit az ember tevékenykedik, csinál, ahogyan él, és itt is igazából a könyvben. Tehát ez nagy hiba lett volna kihagyni. Ráadásul hatalmas ismeretségem van, Hetésben rengeteg embert ismerek, rengeteg interjúm volt, tehát egyszerűen kívánkozott az egyes fejezetekhez, hogy így hitelesen megszólaljon Gönczi után, ahogy említetted, 100 évvel, tehát még kiegészítve, tehát 100 éve későbbi nyelvjárással is, meg adatokkal is. Hát a népesség csökkenés egyértelmű, tehát statisztikai adatok mentén nagyon gyönyörűen, pontosan, hajszálpontosan követni lehet, mi történt. 1930-as évektől kezdődően rohamos népesség csökkenés zajlik Hetésben. Ez egyértelműen a trianoni határral függ össze, így vagy úgy. Tehát a Hetés teljesen peremre kerül, tehát egyértelműen államhatárral, akkor igazából a második világháború után ugye Szovjetunió és Jugoszlávia így összerezzenése után szinte háborús körülmények alakulnak ki, fölállítják Magyarországon így a vasfüggönyt, ugye, sőt hát a Balti tengertől egészen le ugye a Fekete-tengerig fölhúzzák a vasfüggönyt, és ez Hetésen megy végig, tehát a magyar oldal, a kommunista magyar hatalom kitelepít a magyarországi hetési falvakból. Ugye most már mi is elkezdtük így ezt a kommunikációt ezen a szinten, hogy van magyarországi, tehát a 20. században Trianon után kialakul a magyarországi Hetés és a szlovéniai Hetés. És előtte a teljes egységét, amely ugye egy plébánia, a dobronaki plébánia alá tartozott, az megbomlik. Ezért 1920 után a 30-as években Eszterházy család segítségével a magyarországi hetésiek is kapnak plébániát, vagyis templomot. És sok igazából ilyen, hogy mondjam, adat és esemény van, ami teljesen szétválasztja a két közösséget, tehát kettő Hetés bontakozik ki, alakul ki, és hál' Isten akkor mondhatom így, az uniós csatlakozással 2004-től kezdően tényleg újra beszélhetünk egy Hetésről, és ez egy új fejezet is szerintem 2004 után, ami van, számos esemény, még talán az emberek igénye is arra afelé tart, hogy azért újra-újra kössük össze minden olyan szált, amit csak lehet. Na most Hetés és Dobronnak is a plébániát. Az is érdekes, hogy ugye a hetésiek a dobronaki plébániánál temetkeznek. Igaz, van külön temetőjük, nem a dobronaki, ugye hát a dobronakiak mezővárosiak, ők purgerok, sosem tartozott Hetéshez, de a plébánia igazából kiterjedt a hetési falvakra is. Így a hetésiek temetkezési helye Dobronak. Hát ma nincs sajnos még a keresztyes ennek a temetőnek, azt felszállították Kishegyre, ha jól tudom, Dobronakra a keresztet, a temetői keresztet. A hetési temető pedig Dobronakon ott volt, ahol ma a tömbházak vannak, vagy az egészségház és a kultúrotthon és a községház, a dobronaki községháza, meg az egészségház. Tehát itten a piac mellett Kebele felé úton, Kebelére vezető út mentén. Hát igen, a hetésiek igazából valamikor számos hogy mondjam, csoportot jelentettek a plébánián belül is. Hát ahogy említettük, a 30-as években
az összlakosság 3800, és 2004-ben ez 1800-ra csökkent, és azóta csak csökkent. Én nagy sajnálattal vagyok ez iránt, hiszen én úgy látom, hogy ebben a utolsó 20 évben, tehát az uniós csatlakozás után, amikor igazából nyitottak minden kapuk, tehát csak a mi törekvésünk szabgáltat meg határt, csak a mi akaratunk, csak a mi fantáziánk, de én azt gondolom, hogy túlságosan kevés szál van összekötve, túlságosan kevés út van a két hetés között leaszfaltozva, megcsinálva. Kicsi, kevés a kapcsolat szerintem ahhoz, hogy mennyire összetartozott vérileg is, meg hát kulturálisan is a hetésnek, úgymond ez a két része, nem? Hát nem tudom, én tényleg örülök annak, hogy ma nincs államhatár, vagy ilyen szempontból így adminisztratív gát ahhoz, hogy így át lehessen akár a mezőkön és az erdőn menni a következő, vagy a magyarországi, vagy a szlovéniai hetési faluba, de azt gondolnám, hogy még-még komolyabban kéne ezeket az utakat felújítani, megcsinálni, hogy még könnyebben így megtalálja a túléléshez ez a közösség az útját, a megoldását, mert igazából mindig a túlélés a fontos. Ez lehet, hogy teljesen profánul hangzik, de Isten igazából az életstratégia, hogy minden személy külön-külön, vagy utána közösen is, egy közösségben milyen életstratégiát választunk, mit találunk ki magunknak, hogy túléljük a megpróbáltatásokat, és családot alapítsunk, utódokat neveljünk. Ehhez igazából mindenkinek a személyes döntése kell, és ez a legfontosabb. Tehát az életstratégia az igazából a néprajz, hogyan szervezzük meg a munkát, hogyan fogunk túlélni, miből lesz pénzünk, miből lesz ételünk, a lelkünkre hogy fogunk vigyázni, hogy fogjuk azt ápolni, hogy fogjuk a tudásunkat átadni az utókornak. Ez az életstratégia, és ehhez szerintem kéne globálisabban végig gondolnunk nekünk is, akik ma élünk, hogy hogyan kössük össze a szálakat újra, úgy a szlovéniai, mint a magyarországi őrségben, úgy a szlovéniai, meg a magyarországi hetésben, és tényleg már gondolkodjunk akkor egységben. Tehát közös túlélés igazából az a egyénnek a túlélése is. Hát ezzel egyezünk. Szerintem ez a könyv is egy ékes példája annak, hogy mivel már nincsenek úgymond határok, hogy ez is egy ilyen összekötő kapocs lehet a kettő két hetés között, így 2021-ben, hiszen mindkét oldalról, mindkét oldalnak az életvitelét és a családi történeteket lényegében meséli el, rengeteg adattal, és tényleg törekedtél arra, hogy mindenből adj ízelítőt, illetve minél alaposabb információt, legyen az a kézművesség, legyen az a vallási struktúra, legyen az az épített örökség, vagy legyen bármilyen terület. Úgyhogy szerintem ténylegesen a könyv nem csak tudományos szférának érdekes, hanem az embereknek is, akár hetésben, vagy azon kívül. Úgyhogy én gratulálok hozzá, amúgy egy néhány adat még a könyvről, hogy ugye 300 példányban látta meg a napvilágot, 400 oldalas. Nem kell tőle megijedni, mert többen már így mondták, hogy olyan, mint egy biblia, hogy ez a hetés bibliája, hogy tényleg úgy olvasható, hogy bármikor, bármelyik oldalon kinyitod, valamit találsz benne magadnak, érdekességet, érdekes mozzanatot, érdekes adatot. Fel van dolgozva sok minden, ugye azt hiszem, hogy 5-6 Magyarország, vagy 6 szlovén és 4 magyar település. Igen, ma hivatalosan 6 szlovéniai igen. És 4 magyarországi hetési település van. Igen, és lényegében Magyarországon az egyik település még aprólékosabban, hiszen az 3 településnek az
Egy beolvasztott formán, lehet így mondani? Már hogy Bedeházárra gondolod? Nem, a Zalaszombat. Ja, igen, tehát ott van az a három puszta, igen. A Gálháza, Pálháza és Nyakasháza puszta, ami Zalaszombat fához tartozik, de Bödeháza is igazából két település, ugye Jósec, mivel igen, kis létszámú, ott adminisztratív okok miatt, amikor kicsi a létszám, akkor azt megszüntetik és hozzácsatolják egy másikhoz, tehát az Jósec az Bedeháza. De az az érdekes, hogy úgy emlékszem, hogy ilyen 1900-as évek elején szűnt meg úgymond Jósec, de Göntérházán a mai napig használják a Jósec elnevezés, hogy ő Jóseci volt, még Jósecről jött, vagy Jósecra ment oda, szóval én ezt még nem is olyan régen, még én a saját fülemmel is hallottam, úgyhogy azért, hogy a közéletben, úgymond a mindennapi emberek között azért még ezek a dolgok igenis élőek, hál' Istennek, de ezzel a könyvvel még akár még pótolhatják, vagy talán magyarázatot lelnek bizonyos történetek, vagy szájhagyomány, amit ténylegesen, hogy megértjük, hogy miért olyan. Amúgy, amit már említettem, 300 példányban jelent meg, Böröc Nándor volt a magyar nyelvi lektor. Hálás köszönet érte neki. Igen, a tényleg nagyon jó grafikai tervezés pedig Orbán Péter készítette, és a nyomda Digifotban készült, már maga a könyv, ott volt nyomtatva, de én azért egy adatot hiányolok ebből, ami itt a végén hiányolok, de a könyvben megjelenik, hogy azért a könyvnek az elkészítésében segítkezett, illetve a lektorálásában, szerkesztésében a kedves nejed is, úgy szóval, hogy részt vett benne, ugye Kepényi Bihar Mária. Úgyhogy hát én kívánom nektek, mint házas pár, hogy ezt a munkát folytassátok, mert felbecsülhetetlen értékeket raktok le az asztalra, így a muravidékiek számára is, de szerintem szélesebb körben is, és erőt, egészséget kívánok hozzá. Hát köszönöm szépen. Az a szokás mondani, hogy a szó elszáll, a betű marad, tehát ezért fontos könyveket kiadni, ezért fontos a könyvkiadás a szlovéniai magyarságnak. Tehát mi elhullunk, mi elmullunk, mi sok mindent egymás közt megbeszélhetünk és mondhatunk egymásnak, de az fog maradni az utókornak, amit leteszünk az asztalra. Tehát ami megmarad fizikai formában. Tehát a könyv bizonyosan egy ilyen dolog, ezért volt fontos ezt mindenképpen szerintem megírni, és hál' Isten segítségétekkel kiadni. Így valakit elfelejtettem megemlíteni, aki hathatósan hozzájárult a könyv születéséhez, vagy a formájához a kedves feleségem mellett, az pedig Isten igazából Bíró János, a radamosi származású barátunk, aki már elhagyott bennünket, de viszont én úgy gondoltam, hogy tőle az ő összegyűjtött fotóiból meríték nagyon sokat. A fotóanyaga az igazából egyrészt az enyém, másrészt archív fotók, és harmadrészt Bíró Jánosi. Ő volt az, aki Radamosban elkezdte igazából vidéken elsőként gyűjteni a régi fotókat, csinált egy ilyen gyűjteményt, az egész gyűjteményt digitális formában átadta a Lendvai Galéria is múzeumnak, és én ebből merítettem, úgy gondoltam, hogy ezt használom föl a lendvavidéki vagy a szlovéniai hetési falvakra vonatkozóan, természetesen a magyarországi hetési falvak fotói az máshonnéd így vannak. Nagyon szépen köszönöm, hogy megszülethetett ez a könyv, és hát reménykedjünk abba, hogy az utókor hasznos információkat fog meríteni ebből, és valahogy, nem tudom, próbálja megőrizni azt, amit rájuk bízunk, mink, amit tudunk, és én azt gondolom, ilyen példamutatásban így ez nagyon fontos, hogy hát nem tudom, igazából én a szlovéniai magyarság sorsát eléggé szürkén vagy feketén látom, tehát ez a népességfogyás nem csak Hetésre vonatkozik, hanem az egész szlovéniai magyarság közösségére, és itten külön erőket kell bevetni, hogy ez az érték, tehát a magyarság értéke, ami Lendvavidéken van, ez megmaradjon.